Sziasztok, én Kis Anna vagyok, az ELTE meteorológiai tanszékének tudományos munkatársa, és a következőkben az éghajlatváltozásról, éghajlatkutatásról fogok nektek beszélni. Elsőként egy rövid bevezető után arról lesz szó, hogy miért is változik az éghajlat, valamint hogy milyen változásokat figyelhettünk meg eddig, és mi várható a jövőben. A világon, Európában, illetve Magyarországon. Ezután kitérek az éghajlatváltozás hatásaira és a mérséklési lehetőségekre, végül pedig elárulom, hogy hogyan lehettek meteorológusok, hogyha felkeltette például az érdeklődéseteket ez a téma. Ja, mi is ez az éghajlatváltozás? Talán már mindenkinek van róla valamiféle fogalma, ami az egyik legszembetűnőbb jelenség, ez a hőmérséklet emelkedése. Itt láthatjátok is ezen az animáción, hogy az 1850-es, 1900-as időszakhoz képest hogyan változott a globális átlaghőmérséklet, hogyan mennyivel volt ennél magasabb vagy alacsonyabb az évi átlaghőmérséklet, és bizony, hogy haladunk előre az időben, a jelen felé, egyre inkább megközelítjük a másfél fokos emelkedést. Azonban az éghajlatváltozás nem csak ezekkel a magasabb hőmérsékleti értékekkel jár, hanem például a csapadékeloszlás megváltozásával is. Itt gondolhatunk arra, hogy térben változnak a mintázatok, vagy mondjuk időben a koncentrálódása az, ami módosulni fog. Ezen kívül pedig a szélsőséges időjárási eseményeknek az intenzitása és a gyakorisága is változni látszik, illetve a jövőben is erre számíthatunk majd. Miért is változik az éghajlat? Ennek vannak természetes okai, illetve antropogén tevékenységre visszavezethető okai is, és itt ezen az ábrán kékkel látszik az a modellszimuláció, azon modellszimulációk, amelyek csak a természetes okokat veszik figyelembe, ilyen például a vulkánkitöréseknek a hatása, vagy egyéb csillagászati okok. A fekete vonal reprezentálja a megfigyelést, ugye ez megint a globális felszínhőmérséklet változására vonatkozik, hogyha az 1850-1900-as időszakhoz képest viszonyítjuk. Hogyha az emberi tevékenységből fakadó tényezőket is figyelembe vesszük, akkor viszont már jól közelítik a modellszimulációk a megfigyeléseket, tehát kijelenthetjük, hogy az emberi tevékenység igenis hozzájárul az éghajlatváltozáshoz. Ez már is magában rejt egy kutatási témát, egyrészt a paleoklimatológiát, tehát a múltbeli időszakoknak a vizsgálatát éghajlati szempontból, másrészt a klímamodellezésnek a tudományát, amelyet lehet az egész Földre elvégezni globális klímamodellekkel, vagy egy-egy kisebb régióra, például Európára fókuszálva regionális klímamodellek segítségével. Az üvegházhatás is talán ismert fogalom lehet, ez ugye önmagában egy természetes jelenség, amit a vízgőzhöz köthetünk, és ezért kellemes a klíma, egy plusz 33 fokos többletet jelent nagyjából. Viszont a jelenlegi életvitelünknek köszönhetően ez fokozódik, és rövid időn belül egyre melegebb lesz a Földnek a felszíne. Itt az emberi tevékenység, amelyek mind üvegházgáz kibocsátással járnak, azokhoz köthetőek az ipari folyamatok, a különböző mezőgazdasági tevékenységek, a közlekedés, vagy például a felszínhasználatnak a változása. Mi várható a jövőben? Az IPCC foglalkozik a helyzetértékelő jelentéseknek az elkészítésével, és a legfrissebb jelentés alapján látunk itt néhány térképet. Az első oszlop az azt mutatja, hogy mi van akkor, hogyha az ipari forradalom előtti szinthez képest másfél fokkal emelkedik a globális átlaghőmérséklet, és aztán így haladunk az oszlopokban, mi van, hogyha elérjük a 2 fokot, vagy esetleg a 4-et. Ugye minden esetben hőmérséklet emelkedésre számíthatunk, amelyet jól látszik, hogy nem azt jelenti, hogy a Föld minden egyes pontján ugyanakkor a mértékű ez a melegedés, hanem igenis vannak különbségek, például az északi sarkvidék környékén ez sokkal erőteljesebb, ami kritikus lehet a jégsapkák vagy a hófötte felszíneknek az olvadása miatt, hiszen ez tovább fokozza aztán a melegedést. Ahogy említettem, a csapadék esetén is vannak változások. Egyes területen növekvő tendenciát figyelhetünk meg, de például Dél-Európában csökkenő tendenciák valószínűsíthetőek. Ez szintén egy kutatási irány lehet, tehát nem csak a klímamodellezéssel foglalkozunk, hanem ezeknek a szimulációknak az értékelését is magában rejti például az éghajlatkutató irány. Európában szintén a hőmérséklet emelkedésére számíthatunk a jövőben, amely a hőhullámoknak az intenzívebbé és gyakoribbá válásával jár együtt, valamint a hideg időszakoknak a csökkenésével,
ami az élet szinte minden területére hatással van. Itt gondoltunk a mezőgazdasági termelésre, tehát az élelmiszerbiztonságra, az egészségügyre, ugye a hőhullámok kapcsán elsősorban, különböző invazív fajoknak a megjelenésére, és természetesen a külső hőmérséklet az hatással van a fűtési, illetve hűtési szokásainkra is. Ezen kívül egy közvetlen következmény még a gleccserek olvadása, a csapadék tekintetében pedig várhatóan az aszályosság az egyre nagyobb teret fog kapni, ami szintén a mezőgazdasági termelés szempontjából kritikus, illetve a vegetáció tüzek számára is kedvező táptalajként szolgálhat. Ugyanakkor a csapadéknak az eloszlásában egy olyan változást is tetten érhetünk, hogy rövidebb időre koncentrálódik, ezáltal extrém csapadék tevékenységek alakulnak ki, amelyek például villámárvizekhez vagy földcsuszamlásokhoz vezethetnek. Mi a helyzet Magyarországon? Ugye nem csak a jövőre készítünk szimulációkat, hanem a múltra vonatkozóan már vannak megfigyelési adataink is, úgyhogy ezeket is ki kell elemeznünk, hogy lássuk a tendenciákat. A jobb felső ábrán emelkedő hőmérsékletet láthatunk a 20. századtól kezdődően, szinte napjainkig. És ugye észrevehetjük azt, hogy ez nem jelenti azt megint csak, hogy minden egyes év melegebb, mint az azt megelőző, de hogyha ráillesztünk egy trendet, akkor egy növekvő tendenciát figyelhetünk meg. Az alsó ábrán pedig a zord napok száma látszik, ami azt mutatja meg, hogy hány darab olyan nap volt az adott évben, amikor a minimum hőmérséklet mínusz 10 fok alá esett, és pirossal vannak kiemelve a 2010 utáni évek, úgyhogy észrevehetjük megint csak, hogy az elmúlt időszakban egyre kevesebb ezen napoknak a száma. Mi várható a jövőben hazánkban? Hát megint csak a hőmérséklet emelkedésére számíthatunk. Itt a különböző oszlopok, különböző forgatókönyveket jelölnek, ami figyelembe veszi, hogy hogyan fog alakulni például az emberi tevékenység következtében az üvegházgázok kibocsátása, vagy a felszínhasználat, vagy milyen forrásból merítjük az energiánkat. És minél magasabb ez a hőmérséklet emelkedés, annál pesszimistább ugye a szcenárió. A csapadék tekintetében az éves összeg várhatóan nem fog változni Magyarországon, viszont az időbeli eloszlása igen. Itt kiemeltem két úgynevezett éghajlati indexet, csapadékindexet, az egyik a CDD, ez az egybefüggő száraz időszakoknak a hosszát jelöli, tehát hogy mennyi az a maximális időszak, amíg egyáltalán nem hullik csapadék, és itt a nyári időszakban akár egy 5-8 napos növekedés is bekövetkezhet. Az RX1, az pedig az egy nap alatt lehullott maximális csapadék mennyiséget mutatja meg, aminek az értékében télen és nyáron is növekedést láthatunk, ami elérheti a 40 vagy akár a 60%-ot is. Az éghajlatváltozásnak számos hatása van, ezért a hatásvizsgálatok is kiemelt szerepet kapnak az éghajlatkutatásban. Itt gondolhatunk a mezőgazdasági termelésre, ugye nem csak a hazai tájakon, hanem akár egészen távoli vidékeken is érezteti a hatását a változás, mondjuk a tea, a kakaó vagy a kávé ültetvényekre is hatással van az, hogy hogyan változik az éghajlat. De gondolhatunk a hidrológiára, mint társtudomány, ami a vízzel van ugye összefüggésben, a túl sok és a túl kevés víz egyaránt kedvezőtlen számunkra, hiszen ha mondjuk kiszárad egy folyómeder, ez a hajózás szempontjából lehet kedvezőtlen, az árvíz szempontjából pedig tudjuk, hogy milyen infrastruktúrális vagy gazdasági károkat tudunk elszenvedni. Az ökológia is kapcsolatban áll az éghajlattal, hiszen a különböző fajok, állatok és növények másképp reagálnak a megváltozott körülményekre, valamint az egészségügyet, a várostervezést, sőt akár egy-egy szabadtéri sportolási eseményt, mint a síelést is összefüggésbe hozhatunk az éghajlatváltozással. Azonban fontos megjegyeznünk, hogy ezeket a problémákat ne csak túlélni akarjuk, hanem megoldani is, aminek része lehet az, hogy mondjuk a fosszilis üzemanyagok helyett áttérünk a megújuló energiaforrások használatára, mindenképpen energiahatékonyságra kell törekedni, felújítani a meglévő épületeket, áttérni a körforgásos gazdaságra, és úgy általában átgondolni a mindennapi tevékenységeinket. Mindenképpen fontos az erdőknek a védelme, helyreállítása vagy az újraerdősítés és a természetalapú megoldásoknak a bevezetése. Ha esetleg felkeltette az érdeklődéseket az éghajlatkutatás, vagy a meteorológia bármely más területe, például a légkörfizika, felszínlégkör kölcsönhatásoknak a vizsgálata, a különböző szennyezőanyag terjedési modellezési feladatok,
vagy például az időjárás előrejelzés, veszélyjelzés, akkor jelentkezzetek az ELTE TTK Földtudomány BSC szakára, amely egy 3 éves alapszakos képzés, és itt választhatjátok a meteorológiai specializációt. Ezen kívül persze más alapszakokról is lehet jelentkezni meteorológiai specializációra, például ilyen a fizika, illetve a környezettan BSC. Az alapszak után pedig egy 2 éves mesterszakos képzést lehet elvégezni, a meteorológus MSC-t, amelynek sikeres elvégzése esetén okleveles meteorológusok lesztek. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!